Nézd meg, mennyire ismerik az emberek működését. Tehát alapvető dolgokat nem ismernek, például olyan dolgokat, hogy három részből állunk. Van nekünk egy testünk, jó, ezt mindenki ismeri. De ott csak sejtésük van az embereknek, hogy van egy lelkük. De részletesen mit tudnak az emberek a lélek működéséről? Hát még a vallásokban sem tájékoztatják erről részletesen az embereket, hogy hogyan működik benned az a bizonyos lélek, ami fontosabb sokkal, mint a tested. Tudod, miért fontosabb? Mert a tested halandó, a lelked meg halhatatlan. Hát nyilvánvaló, hogy egy halhatatlan dolog sokkal fontosabb, mint egy halandó dolog. Érted? És akkor az emberek például ilyenekről nem ismerik, például, hogy van nekünk egy elméjük, ez a harmadik rész, az elme, ami két fele van. Arról, hogy tudatosság, arról, hogy tudat, gondolkodás, nyilván erről valamit tudunk, hallottunk, még tanultunk is netántán. De hogy van egy olyan része, ami nem gondolkodik, hanem tisztán ösztönös működést eredményez az életünkben. És ez az ösztönös működés miatt vannak problémáink. Érted? Tehát ha ez az ösztönös működésünk nem lenne, ez egy ilyen állatszerű működés. Komolyan? Csak azért nem vagyunk állatok, mert van egy tudatunk is az állatoknak, meg nincs tudatuk. És a tudatunk, ha jó állapotban vagyunk, akkor teljes egészében átveszi az irányítást. Ha nem vagyunk jó állapotban, akkor teljes egészében elkezdünk ösztönösen működni, mint az állatok, azzal a különbséggel, hogy intelligensebben működünk, mint az állatok. Érted? Tehát, hogy sokkal magasabb az intelligenciánk, mint az állatoknak. Ezt úgy hívjuk, hogy IQ. Oké? De van egy olyan, hogy EQ is, azaz érzelmi intelligencia, ami annyit jelent, hogy mennyire vagy képes használni a tudást. Érted? A tudásodat. Nyilván a munkádban biztos használod a szakmai tudásodat, de az csak egy terület, a munkádából csak egy terület, és még van 9. Tehát lényeg az, hogy a 9 további 9 területén is kellene boldogulni, és a további 9 területre is kellene tudással rendelkezni, hogy eredményes tudjál lenni, mint mondjuk a munkádban. De nem tudom, mit jelent számodra például a munkában az eredményesség. Hát kinél mit? De én mondhatnám azt, hogy szerintem az az eredményesség, hogyha élvezed azt, amit csinálsz, és kellően megfizetnek, nem? Nem annak kéne lenni? Tehát mondom még egyszer, hogy élvezed a munkádat, és kellően meg vagy fizetve. Tehát magyarul van egy értéked, érted? A munkádnak is van egy értéke, és az kellően megfizeti. Na, ilyennek kéne lenni a munkának. Ha nem egészen ilyen, akkor mi lenne, hogyha jövőben tudnál azért tenni, hogy ilyen legyen? De azt csak mondom, egy terület a munkád, és mi van a többivel? Hogy nekem az életem attól elkezdett megváltozni, hogy tanulok, fejlődök és használom a tudást. De nekem volt egy szerencsés helyzetem, mert azért tudtam hasznosítani ugye a tudást, mert volt egy olyan szerencsés helyzetem, hogy embereket vezettem. Tehát volt, nem azért, mert munkahelyen embereket vezettem, munkahelyen nem vezettem embereket, hanem volt saját szervezésű csapatom. Akik ugye igényelték, hogy az információkat, a tudást azt átadjam részükre. És ezáltal ugye úgy tanulhattam, hogy a tudást kénytelen voltam átadni, amit én tanultam, kénytelen voltam átadni az embereknek, de ez nem volt egy nagy kényszer, most ne úgy értsd. Tehát én szívesen adtam át mindig azt, amit tudtam. Egy kicsit úgy is működtem, mint a papagáj, tudod, hogy hall valamit, és akkor továbbadja. De ez nem baj. Szóval lényeg az, hogy,
hogy ez volt a szerencsés helyzet, és megtapasztaltam azt, hogy a tudás révén nem csak én nekem, hanem másoknak is elkezd javulni az életük. Érted? Tehát ezek a területek elkezdenek javulni. És ez nagyon jó, mert ha az ember azt látja, hogy másoknak is javul az élete, akkor tudja azt mondani, hogy na hát akkor ez nem csak nekem működik, hanem másoknak is működik. Azóta kaptam egy csomó információt avval kapcsolatban, hogy milyennek kellene lenni ennek a bolygónak, már mint az emberiség részéről. Tehát, hogy az emberiségnek milyennek kellene itt lenni. És hogy igazából ez az emberiség, ez csak egy ilyen átmeneti állapot itt a bolygón. De ez az átmeneti állapot már elég régen megy. Tehát itt már több millió éve megy. Tényleg, több millió éve. Ez a hetedik emberiség a bolygón. És ugye miért tűntek el az előzők? Mert nem jól csinálták a dolgukat, és például a legfőbb probléma az volt, hogy elkezdtek Istent játszani. Tehát mi nem istenek vagyunk, hanem emberek. Tehát a testünk az úgy működik, mint egy állatnak a teste. Hát, nézd meg, szőrösödünk. Még sajnos a hölgyek is. Nem? Hát az emlősök azok szőrösek, nem? Hát szőrösödünk. Tehát ami azt jelenti, hogy a testünk az nagyon hasonlít egy állathoz, csak éppen két lábon járunk, bár sok állat tud két lábra egyenesedni, és két lábon akár menni is. Tehát ez egy olyan nagy probléma. Tehát ha megnézed, a testünk az eléggé hasonlatos az állatokéhoz. De a lelkünk az nem, az egy teljesen egyedi dolog. Tehát itt van egy jó hír ebben kapcsolatban, hogy a testedben van egy szuperintelligens lélek. Csak erről az emberek nem tudnak. Tudod, mit jelent a szuperintelligens? Az azt jelenti, hogy korlátlan tudással tud a lelked rendelkezni. Nem a tested, a tested nem. A tested az korlátozott tudással tud rendelkezni. Van benned egy lélek. És ez a lélek, ez akármilyen hihetetlen, kapcsolatban tud lenni magasabb rendű létformával. Érted? Nem fizikai kapcsolatban, mentális kapcsolatban. Ugye arról mindenki tudhat, hogy az agynak van egy rezgése. És azt is tudjuk, hogy ez a frekvencia, ez adóvevőként működik. Tehát az agyunk az egy adóvevő. Tehát küld agyhullámokat, és fogad agyhullámokat. Na most, ezért van az, hogy például vannak olyan emberek, akik képesek arra, hogy gondolatot küldjenek át másik embernek, ha annak megvan rá a képessége, azt tudja venni. De ugyanígy fordítva is, hogy valaki küld gondolatot, és tudja venni a gondolatot. Egyébként ezt te magadnak már bebizonyítottad, hogy mit tudom én, valaki gondolt rád, hogy jó lenne veled találkozni, és akkor te neked is eszedbe jutott, hogy jó lenne veled találkozni, azt találkoztatok. De nem volt megszervezve semmi. Érted? Na most, ha megnézed ezt, tehát ez a dolog működik, tehát ha valaki ezt meg akarja kérdőjelezni, akkor egy természeti törvényt akar megkérdőjelezni. Ami annyit jelent, hogy az, mi nekünk a lelkünk kapcsolatban van magasabb rendű létformával, amelynek nem kell itt lenni a Földön, mert úgy működik a frekvencia, hogy alacsony frekvencia nem hagyja el a bolygót, mert a mágneses téret, a mágneses erő eltérítés, itt marad a Földön, viszont a magasabb frekvenciák, azokat nem tudja eltéríteni a mágneses tér, de az anyag tudja eltéríteni, tehát az anyag nem engedi át, viszont, ezek tények, amiket mondok egyébként, a magasabb frekvencia az univerzumba kimegy. És eszméletlen távolságokra tudják fogni az agyhullámainkat.
Oké? És ugyanúgy a te agyad is képes arra, hogy vegye az agyhullámokat, csak ugye ez úgy működik, hogy nem biztos, hogy neked megvan rá a képességed, hogy azt föl is fogd.